Dédszüleim még egyik oldalon földkunyhóban laktak, születtek. Nagymamám egész kicsiként láthatta a falujukba bepöfögő első autót. Aztán rengeteg minden megváltozott körülményeinkben. Ma már más házakban élünk, másképpen utazunk, mást eszünk, világot láthatunk, ha más nem, az interneten keresztül. Magasabb a magyar társadalom iskolázottsága, és kritizált, de jelen van a szociális segítőhálózat. Mégsem vagyunk megelégedettek. Nemrégiben egy felmérés kimutatta, hogy a Magyarország leggazdagabb 10%-a is csak kicsivel több, mint 60%-ig elégedett az életével. Tele van az életünk káros szokásokkal, kizsákmányoljuk a földet, vagy éppen a másik embert. A Bibliában ezzel szemben azt olvashatjuk, mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Hálaadással Isten gondoskodásának és gondolatainak a figyelembevételével éljük-e vajon az életünket? Ha igen, akkor megláthatjuk a kicsiny, apró és sokféle csodákat. Érzékenyé válhatunk az igazi értékek megbecsülésére, védelmére. Gyermekként, ifjú koromban érdekes tapasztalatokat szereztem az köszönésről. A faluban, ahol fölnőttünk, mindenki köszönt mindenkinek. A városba, ahogy beköltöztünk, talán a buszon az ismerősöknek, vagy ahogyan az utcán haladtunk az utcabelieknek, a barátoknak. A fővárosban már talán senkinek sem. Zavarba ejtjük a szemben lévő metrón utazó embert, hogyha megszólítjuk egy köszönéssel. Változó életkörülményeinkben, szokásainkban vajon kiszáradunk, elszáradunk, vagy ki tudunk alakítani valami szépet, igazat, tartalmasat, ami örömteli nekünk is, meg a körülöttünk élőknek, amivel gazdagítunk. Pál így fogalmazza, senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másét is. Isten arra hív, hogy gazdag és tartalmas életet éljünk.